Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójára emlékeztek Brüsszelben az Európai Néppárt magyar képviselői. Az idei ünnepséget a 120 éve született Mindszenty József emlékének szentelték, aki a nyilas és a kommunista diktatúrával is szembeszállt. Az 56-os forradalom mindössze 2 hétig tartott. Elbukott, mégis megrengette a világot, amely egyszer s mindenkorra kijózanodott a kommunista illúziókból, mondta a brüsszeli ünnepségen Schmidt Mária történész. Legyőzve győzedelmeskedett, a forradalom egyik legnagyobb alakja, Mindszenty József is tette hozzá. Magyarország utolsó herceg primása a 20. század mindkét elnyomó diktatúrájával szembeszállt. Ahogy a nyilasok, úgy a kommunista hatalombitorlók számára is kínos, legyőzendő ellenségé vált. Mert a legjobb magyar tradíciókat képviselte, a szabadságot, az emberi jogokat, az emberiességet, a könyörületességet, a méltányosságot és a rendet. Magyarország lelkiismeretévé vált. Mindszenty alapértékei a szabadságvágy, a hagyományok tisztelete és a közösség erejébe vetett hit valódi európai gondolatok voltak, mondta Gyürk András, az EP Magyar Néppárti delegációjának vezetője. Ezeket az eszményeket képviselték azok az államférfiak is, akik Európa nyugati felén Mindszenty kortársaiként a háborúban végletekig kimerült kontinens felemelésén dolgoztak. Alcide Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer ugyanabban a keresztény Európában hittek, mint a magyar bíboros. A politikus szerint a mai válságos időkben is kiutat mutathat, ha visszatekintünk a nagy elődökre, akiknek erkölcsi és közéleti példamutatása az egységes Európa alapjául szolgált.